Na, hello gyerekek! Elindultunk, Ashment. Na, tegnap jó sokat szövegeltem, vagy másfél óra lett a három részletbe feltöltöttem. Jó, végül is akkor nem tűnődök sokat, hogy jelezhetnék komoly jobbra vagy barna. Akkor sokat nem tűnődök, hogy rövid vagy hosszú. Nem mondtátok sokan, hogy hát hosszú, senki sem mondta, hogy rövid legyen, úgyhogy nem is tűnődök sokat. Csinálom a videót, amikor úgy van kedvem, sírna a duma, és töltöm fel, ja. Úgyhogy páron jeleztétek, hogy mehet podcast formába is. Évezem a sok hozzászólást, olyan sok jó kommentet írtok. Például valaki említett egy websájtot, ahol fel tudsz menni, YouTube mp3.com, vagy valami, még nem néztem meg, már nem volt időm. Ott, hogy fel lehet lépni, és ott csak beteszed a linket, és tudod hallgatni, vagy letölteni mp3-ba. Na, de attól függetlenül, az soknak biztos megfelel, de attól függetlenül fogom még feltölteni valahova ilyen podcast mp3 formátumba. Kibeg az autó, meg kell néznem a lengéscsillapítókat. Na és köszi a kommenteket az autóval kapcsolatban is. Az jó ötlet megnézni a váltóval, és jó ötlet kicserélni az olajat, ja. Úgyhogy megyek Deniékhez, egy kicsit dolgozok. Nem full napot, csak olyan fél napot, 3 órát. És utána megyek a Home Depotba. Megveszem az ajtót, meg egy pár cuccot. Ezeket a 4x4-es kocka, oszlopokat. Még mit kell vegyek? Hát még ugye kéne venni sok mindent, de így lassacskán veszem meg a cuccokat a tornáthoz. Most megveszem az oszlopokat. Ugye megveszem a bejárati ajtót, és aztán majd lassan így szerre megveszek mindent. Előbb ki kell számoljam, hogy mit kell vegyek, és mennyit. Úgyhogy meg tudnám nagyjából így futtatni, de valaki felajánlotta. Kedves nézőm, Gábor. Na, mennyi? Felajánlott, hogy csinál nekem egy rajzot a házról és a tornátról, és akkor pontosan az anyagokat is ki lehet számolni. És kiszámolja ő nekem, ha jól emlékszem, úgy mondta. Jó. Úgyhogy köszi szépen, Gabi. Már küldött is egy, megadtam neki a méreteket, és már küldött is egy kis még csak a házat, még nem a tornát, csak a tető részem van a házat megrajzoltam. Úgyhogy most küldtem neki az egyik videómat, amit ilyen archívum videót, ami tavaly nyáron készült, mikor kezdtük rakni a felső részt, hogy lássad Gabi, hogy van az a kilógó lécek, meg a fél emelet, hogy volt építve fából. Nagyjából látszik azon a videón. De jó, elég egyszerű, mert körbe a betonfal tetejére van téve egy ilyen, a Tuba ICX-t úgy hívja, a 2x6-os deszka, de 1,5 inch magas, meg 5,5 inch széles. És arra vannak keresztbe téve, fokra téve, merőlegesen a szalufák, amire majd a tető deszka, ezek a 4x8-os bordok, hogy hívják ilyen résejtlen ezek fogatóknak.
lépni az ITS-hez is, de most nem lépek, de majd belépek hónap. Egy kicsit késve indultam, mennyi az idő, 10 óra, 11 óra van. Úgyhogy néhány óra dolgozok, de miután Hondipó. Még hova kell menjek? A Walmartba kell menjek, vegyek valami kaját, kifogytam vízből, minden kajából. Nem mentem ki tegnapi makaliba gyümölcsét, mert utána hazaértem, egy kicsit leültem pihenni, és a számítógép elé is elkezdett esni az eső. Az egész délután esett. Úgyhogy ma vagy holnap kilépek. Na viszont be kell most ugorjak a kubaihoz. Két smoothie-t tudtam csinálni. És ki vagyok fogyva vízből, semmi vizem nincs. Egy kicsit lassan mentem most 50-nel, haltam meg egy fel, vannak a kocsik gyűlve. Mindegy, most jön a két sávos, úgyhogy most félrehúzok a lassú sávba, hogy tudjanak a többiek haladni. Gyújj csak rá egy smoothie-ra. Jaj, de finom. Ugye mondta valaki, hogy mi az a smoothie, nem hallotta a smoothie-t. Hogy ezt én találtam ki, ezt a szavat. Az amerikaiból így lemagyarosítva. A Tourmix-nak ők azt mondják, hogy smoothie. Ami azt jelenti, hogy ilyen smooth, azt jelenti, hogy ilyen lágy, simma, hogy lágyan csúszik lefelé a torkodon, ugye, mert össze van a Tourmix szóval. Na, ebben csak banán van, és körtelé, tehát banán, körtelé, Tourmix. Mit tettem belé? Egy kicsi... egy starfootot tettem belé, amit a minap születettem sem. És belecsavartam egy citromot. Egy nagyon jó édes és savanyú. Azt szeretem én, sweet and sour. Édes is legyen, meg egy kicsit savanykar. Kinek kell deszert, cukorka, csokoládé, hülyeségek, bambucok, amikor itt van a Tourmix, ennél jobb deszert nincsen. Nem lehet, nem létezik. A gyümölcs a legjobb deszert, meg a legjobb édesség. Érdekes, hogy bemész az üzletekbe, és látod az izé, a sok ilyen-olyan ételeket, szemeteket. És a legtöbb ugye gyümölcső van lemintázva. Kezdve a rágógumitól, folytatva a joghurt, aki ugye gyümölcs joghurt. Hát a gyümölcs, ami jó benne, a többi a szemét. Meg a sok gyümölcsös izé, pályhák, szirialok, meg mit tudom milyen hülyeségek. Meg mindenben gyümölcsöt tesznek manapság ma. Gyümölcsöt tesznek a húsba, meg egyéb dög készítményekben, hogy adjon neki egy kicsi antioxidánst, hogy egy kicsit csökkentse a káros, kártékony hatását az állati termékeknek. Nem őrület? Edd meg a gyümölcsöt, kész. Yeah.
úgyhogy visszatérve az autóra. Hagyjátok egy kicsit évezzem már a túlmixot. Simogassa a nyelvemet, meg a nyelőcsövemet, hogy menjen lefelé, érzem a beleimbe. Smooth, ment, sima. Nagyon kellemes. Szeretem el ápolgatni, kímélni a testemet ezekkel a finom, könnyű ételekkel. Nem is tudja, aki nem próbálta, hogy milyen az egészséges vegán életmód. Öt éve nincsen emésztési problémám, meg székrekedésem, meg semmi tovább. Hogy kinek volt? Mondjátok el, ki van-e egy egyetlen olyan a nézőim közül, aki ugye nem ilyen életmódom van, mint én, hanem hagyományos életmódom. Van-e olyan, akinek nem volt problémája, emésztési problémája, székrekedése, gyomormenése az utóbbi 5 évben? Nem létezik. Tudom, hogy nem létezik, mert 32 évig minden evőként, dögevőként nőttem fel. És tudom, hogy nincsen. Tudom, hogy nem tud átállni egy hét annélkül, hogy ne legyen gyomorsavod, székrekedésed, fosás, gyomorfájás, valamiféle problémád ne legyen. Tudom, mert 32 évig én is, hiába, ne is próbálkozzatok, ne, valaki azt mondja, hogy én dögevő vagyok, 30 éve vagy 40 éve minden evő vagyok, és nincsen soha emésztési problémám, meg gyomor székrekedés, meg fosás, meg savom, meg ilyesmi, gyomorsabb túltengés. Mert tudom, hogy nem létezik. Talán még ugye, hogyha fiatal vagy ilyen 10 éves, vagy 20 évesig, 25-ig, bírja a szervezet egy ideig, nincs év, mikor ugye fiatal vagy, elvisel sok mindent a szervezet. De akkor is van probléma, hát emlékszem, tinédzserként is voltam problémám székrekedéssel, meg kosarassal, meg mikor mentünk valahova vendégségbe, emlékszem így rokonokhoz, vagy ismerősökhöz. Bézabalt, mindenki jó, bejevett, beívott. Vacsora végén már olyan volt, hogy osztogatta a kicsmán alapból mindenkinek. Kell, itt van, vegyél be egyet. Mi az? Nem kell mondom. Az jó tesz a gyomrodnak, mert savod lesz, összeedte a sok dögöt. És jön a gyomor probléma, úgyhogy tudták előre mindenki, hogy mi lesz, mikor bézabalsz. Jön a probléma utána, jön a hasfájás, gyomorsabb, stb. De miért nem kell 5 éve bevegyek, ezt magyarázzátok meg. Miért nem kell bevegyek világított, vagy mit tudom mi a szarokot szednek, gyomorsabb tablettát, ilyent, olyant. Miért van az, hogy annyit teszek, amennyit megbírok, lássátok, hogy nem kicsit teszek, ha nem is tudnám ezt a fizikai munkát végezni, ha kicsit tennék, láthatnám. Tehát minden étkezésnél annyit teszek, amíg jól lakok, sőt, még sokszor többet annál, amit ugye nem kéne csináljak, de egy kicsit szeretem közben feszegetni a határokat. De az utóbbi 5 évben ezt kísérleteztem sokat, annyit teszek, többet eszek, mint amennyit. Még jól lakok, még utána is eszek, addig, ameddig már nem fér fizikailag bárén. Amíg érzem, hogy itt elkezd szúrni a gyomromnál, mert annyira kitágult a gyomrom, hogy nyomódik fel a
mit tudom, a, nem tudom, a májomnak, vagy milyen szerveknek, vagy a tüdőmnek, vagy nem tudom minek nyomódik, de mikor veszem a levegőt itt balról, szúr. De ugye egy fél óra múlva már nem szúr, mert kezdem emészteni, meg se, nincs gond. Tehát miért van az, hogy akar mennyit éltek gyümölcsből, zöldségből, meg starcsokból, keményítékből, ugye gabonafélékből, gumósokból, pityókából, akármiből, lencséből. Mi van az, hogy annyit tudok enni, hogy már fizikailag nem fér több, tehát odaig vagyok, már nyakig vagyok, és még sincs emésztési problémám, és nem kell világított vegyek, és egy fél óra múlva már amikor kezdek emészteni, akkor megy minden a normálisba. Ugye nem kell addig enni, amíg fizikai diszkomfortod van. Diszkomfort. Ezt én csak így csinálom egy kicsit közben, hogy próbáljam a határokat. De egyél addig, amíg jól laksz. És nem lesz problémád, emésztési problémád, meg székrekesítésed, meg fosásod, meg savod egy egészséges vegán életmódon. Ugye ezt kihangsúlyozom, hogy egészséges vegán életmódon, már vegán életmódon is lehet junk foodot enni, szemetet enni, ugye processzált olajba sült fragmentált ételeket junk foodot enni, és akkor lesz hasfájás, és lesz fosás, meg széklekedés, ha sok olajos ételt teszi. De beszélek ugye egészséges vegan életmódról. Mert minden életmódon lehet egészségtelen lenni, úgyhogy ja, vegan életmódon is, meg máson is, tehát az még magában nem garantált most én. De amikor mondom én ugye, hogy egészséges életmód, akkor azt úgy értsétek, hogy olyan egészséges vegán életmód, ahol gyümölcsöt eszel, zöldséget, meg minimálisan processzált ételeket. Mert ugye a főzés is az már processzálásnak nevezhető, mert ugye nem úgy eszed meg az ételt, ahogy eredeti formájában megtermett. Úgyhogy de ugye vannak a kategóriák ugye ott is, most főzésbe. Én vízbe főzök, tehát az a legkönnyebben emészhető főtétel, hogyha vízbe főző. Ha olajba kezdesz főzni, vagy zsírba, vagy ilyen hülyeségekben, akkor ott már baj van. Tehát, hogyha főzöl, legjobb ugye úgy enni, hogy minél kevésbé processzáltam, minél több nyers étel, gyümölcs, zöldség, ez tiszta a tudomány ebből a szempontból. De hogyha kicsit ki kell egészíteni főtétellel, akkor minimálisan processzált, tehát megpárolod, vízbe megfőzöd. Ja, a szegény ember vízzel főz, és azért nincsenek király betegségei. Ez logikus, nem? Mit tettek a királyok régebb, és az uralkodók? És miért voltak kövérek? Azért, mert ették ugye a finom falatokat, ették a dögöt. A zsíros falat. Paraszt ette a zöldséget, se a gyümölcsöt, a pityókát, se a rizset. És azért volt cingar, szalkas, és csinálta a dolgot, és nem volt beteg. Ma mindenki király, ugye? Ha bárki bemélt az üzletbe, se szemetet megvegye. Régebb nem így volt. Azt hiszitek, hogy az itt régebben nagyapáitok, dédnagyapáitok, azt hiszitek, hogy minden nap húst ettek? De hogy ettek húst? Luxus volt a hús. Ma is luxus lenne, hogyha az igazi árat megfizetnétek. Csak ugye árt támogatva van kormány. Megint az elkönyvtelensége a kormánynak, ahelyett gyümölcsöt, zöldséget támogatna, támogassa a gyilkolóipart, a dögipart. Na. Meleg van.
Nem fogok sokat dolgozni most, vagy dolgozok, vagy 2-3 óra, acs kész. Majd jövök szombaton is, vagy 2-3 óra, acs. Jó, felosztottam két részre a heti munkanapot itt. Háromra is oszhatnám, mert úgyis kell jöjjek heti háromszor halat etetni, se levelet behozni, és szűrőt takarítani. Na, jóval a gyerekek. Ne köblítsem ki a bolkányt. Ja, mindig frissibe öblítsétek ki, hogy ne száradjon belé. Akartam egy kicsi vízzel nyomtatni. Ó, de butus vagyok, na. Meg akartam állni a kubainnal a sarkon, hogy vegyek vizet. Mindegy, van még egy smoothie-m. És még egy liter mango juice-om, úgyhogy ezzel kibírok itt 2 óra 3. Ó, itt van az egyik csapról lehet inni, ami ha a sarkán van, az szűrt víz, tiszta víz, amit a házba is kapnak, olyan víz. Úgyhogy, ja, megeresztem ezt a kulacsot vízzel. Na, ennyi egyelőre, egy kicsit meg itt dolgozok, és akkor utána megint kerekedünk útra, menjünk a Home Depotba, kamerát bekapcsolom. Ja. Úgyhogy ennyi most.